Országos ellenőrzési akció indult a nem dohányzók védelmében, jelentette be hétfő délelőtt dr. Mucsi Gyula megyei tisztifőorvos Békés Csabán. A február 18-tól március 3-ig tartó vizsgálatot Békés megyében 30 egészségügyi szakember végzi. Ők nem csak munkaidőben, hanem akár este vagy hétvégén is feltűnhetnek. Az ellenőrzés fontos helyszínei lehetnek a munkahelyek, egészségügyi intézmények, szórakozóhelyek, de a legnagyobb figyelem most nem ezekre irányul. Különösképpen ellenőrizni fogjuk a közterületeket, mindenképpen a közterületen történő dohányzásra most nagy figyelmet fordítunk, és hát azokra a közintézményekre, esetleg közösségi közlekedési eszközökre, amelyeken is szükséges ellenőrizni a dohányzás szabályainak a betartását. A sajtótájékoztatón elmondták, a dohányzás szabályaira vonatkozó törvény több fogalmat pontosított. Bizonyos esetekben például nem él az 5 méteres szabály, vagyis ezen belül rá lehet gyújtani. Ez alapvetően akkor lehetséges, ha például több szórakozóhely intézmény bejárata közel van egymáshoz. Korábbi megfogalmazásban a törvény úgy nevesítette, hogy 14 éven felüli személy esetében akkor szabható ki egészségvédelmi bírság, illetve kezdeményezhető eljárás, ha önálló keresettel rendelkezik. Ez most kivételre került, tehát bármely 14. életévét betöltött állampolgárral szemben eljárás indítható, amennyiben megszegi a dohányzási tilalomra vonatkozó előírásokat. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a szigor eredményes, vagy a szabályszegők ügyesen bujkálnak a hatóságok elől. Ami tény, 2012-ben nem kevesebb, mint 3440 ellenőrzést hajtottak végre Békés megyében. Ezek közül mindössze 4 esetben szabtak ki úgynevezett egészségvédelmi bírságot. Egy esetben munkáltatóval szemben, aki nem jelölte ki, illetve nem tartatta be a dohányzásra vonatkozó tilalmakat, illetve 3 magánszeméllyel szemben, akik nem vették figyelembe a tiltásokat. Tulajdonképpen úgy gondolom, hogy ez akár a munkahelyekre vonatkozóan, hiszen ez egy munkahely volt, ahol a vezetőt megbüntették, egyezrelékesnek tekinthető. Magyarországon a lakosság 29%-a dohányzik. Ez a káros szenvedély felel a szív- és érrendszeri, valamint a daganatos megbetegedések jelentős részéért. A tüdőrákban elhunytak számát tekintve Magyarország világ első, ennek a betegségnek a 90%-a a dohányzás számlájára írható. A passzív dohányzás további súlyos terhet jelent az emberek egészsége számára.